folytatjuk, legalábbis reményeim szerint. Hát igen, szokták mondani, hogy hát streamereknél szoktam nézni, hogy miért nem Linuxról streamelnek. Hát például ezért, mert nem például az Ubuntu folyamatosan ilyen random módon így egyszerűen csak diszkonektál. Jó. Na mindegy, remélem itt vagytok és láttok és hallotok. Bocsi, a kis technikai malőrér. Szóval akkor folytatnánk is, ugye itt hagytuk abba, hogy nyilván van ez a kis randomizás, és akkor inicializálja ezeket a súlyokat valamilyen értékre. Na most nyilván ezek az értékek, hogy mi alapján randomizálja, nyilván ez sok minden lehet. Ugye beszéltük itt a 8. fejezet kapcsán, hogy ezeket a súlyokat inicializáljuk valahogy, és akkor nyilván akár különböző működése is lehet egy-egy rétegnek. Na mindegy, a lényeg, hogy itt foglalunk helyet, ugye dinamikusan a tárba, és itt inicializáljuk valahogy. Na most, ugye nézzük meg, hogy a destruktora hogy működik, és akkor már is mondom, hogy mi ebbe az érdekes. Látjuk, hogy itt van a destruktor, és itt a destruktorba pedig felszabadítjuk ezeket a foglalt memóriát, ezeket a lefoglalt memória részeket. Jó, ugye beszéltük azt, hogy még amikor ugye BevProgon ezeket nézegettük, meg beszélgettük, hogy ugye ha tehát ilyen ez a resource management tulajdonképpen, konstruktorba foglalunk helyet, destruktorba felszabadítjuk. Jó? Itt most ugye memóriába látjuk, de igazából teljesen mindegy, hogy fájlokra gondolunk, vagy bármi más socket, vagy hálózati kommunikáció, stb. Ha a konstruktorba foglalunk, akkor ezt a destruktorba szabadítsuk fel. Jó? De mindegy, ez most csak egy ilyen kis kitérő. Jó? Nézzünk még rá ugye az operátorra. Ugye látjuk, hogy ugye kint itt a függvényhívó operátort használjuk arra, hogy átadjuk a képet az osztálynak. Ez itt van megvalósítva. Hát a kudástól most tekintsünk el, és akkor itt kezd el számolgatni valamit, aminek az eredménye majd az a szám lesz, amit itt szépen kiszámolunk, és akkor itt ugye visszaadja ezt a, hát ugye a szigmoid függvénynek az eredményét, majd itt belül is ugye a szigmoidokat, ezt a szigmoid függvényt használja. Ugye, hát neuronoknál ugye többféle ilyen átmenet függvény van, itt a szigmoid van, ha emlékeztek, mi a 8. fejezetben a RELU-t használtuk, de van millió, most az, hogy mi ennek az értelme, az most nem olyan fontos. Jó, és akkor ezt itt párhuzamosítja is, hogyha nincsen kudánk, egyébként ráteszi kudára, mindegy. Jó, csak azt mondom, hogy itt van a függvényhívó operátornak a működése, hogy itt szépen kiszámolja azt, tehát úgymond ez az, amikor végigmegy ugye a kép ott a neurális hálónkon szépen, tehát ráadjuk a kis pixelintenzitásokat ugye neurononként, és ott szépen elkezdi számolgatni ugye a szigmoid függvénynek az eredményét, és szépen úgymond ez az inference, tehát szépen végigmegy ugye a neurális hálónkon a kép, és visszaad egy értéket. Hát ugye ez az érték itt konkrétan, ugye ez, jó, amit itt kiszámol nekünk, tehát ez lesz a végeredménye tulajdonképpen a futásnak. Jó. Na, amit így, hát mást itt hirtelen nem akarok mutatni, igazából ennyi itt, ami a lényeges. Viszont erre akkor nézzünk már rá, hogy ezek a változó argumentumszámú függvények hogy működnek, és akkor erre nézzünk is egy kis példát. Ugye ezt is itt elmentem, hát C program lesz ez. Jó. Tehát egy ilyen kis példát írunk, és akkor ezzel tulajdonképpen be is fejezzük a mai anyagot. Hogy itt mi is történik. Jó, na, mit is akarunk csinálni? Ugye, hát akarunk egy olyan függvényt írni, amilyen változó argumentum számú függvény. Tehát akárhány argumentuma lehet, úgymond. Most, hogyha emlékeztek például a printf ilyen, hogy ugye a printf
ugye akárhány argumentumot tud fogadni. Nyilván van valami gyakorlati felső határ, mert ugye betelik a stack, vagy ilyesmi, de azért ettől most tekintsünk el. Tehát valami ilyesmi függvényt akarunk kínni, mint a printf. Hát mondjuk csináljunk egy olyat, ami kiszámolja egy kiszámolja a számunknak az átlagát. És nem biztos, hogy ez a legjobb példa. Hát itt most parancsori argumentumok nem fognak kelleni. De nézzünk meg egy ilyet. Most csak tényleg példaképpen. Tehát valami olyasmit akarunk, hogy mondjuk legyen ez a függvényünk, ez a average. És hát első paraméterben nyilván azt kell neki átadni, hogy hány darab számnak az átlagát akarjuk kiszámolni. És utána pedig egész egyszerűen átadjuk a számokat. Hát most valami nagyon, nagyon ilyen random valamit itt átadunk neki, tehát pár ilyen számot. Jó? És emellett legyen egy olyan, hogy mondjuk ugyanezt a függvényt hívjuk csak öt elemre, meg más értékekre, hát az már mondjuk, hogy milyen értékekre, az mindegy, de akkor nyilván öt számot adjunk neki. Így van. Jó, és akkor ezt akarjuk, hát lehetőleg legyen visszatérés értéke is, és akkor ezt írassuk ki egyből a printf-en, most ne cicomázzuk ilyen segédváltozóval, meg ezzel-azzal, most tényleg csak így nagyon egyszerűen. És akkor mivel, hogy átlag ezért double legyen a visszatérésünk, ezért írok, igen, tehát double legyen, simán csak átdobjuk új sorba. Jó, tehát tényleg ilyen nagyon, nagyon egyszerűen csináljuk ezt most. És akkor ugye nyilván itt is valami ilyesmi kéne. Így van. Jó. Na, és akkor most itt írjuk meg a include. Tudom, hogy ennek nem nagy jelentősége van, de azért a teljesség kedvéért ez legyen meg. Jó. És akkor itt van nekünk a main függvény, ami kiírja két ilyen két ilyen számnak az átlagát. Jó. Oké. Na és akkor nézzük meg ezt a average függvényt. Ugye double-lal térünk vissza. És akkor ugye itt jelezzük azt, hogy egyrészt hány elemünk van. És ugye ezzel a pont-ponttal fogjuk jelezni. Nem is tudom, hogy milyennek a neve valami. Na majd, ha eszembe jut, mondom. Vagy hogyha a chatbe valaki tudja, így hirtelen az mondja valami. Nem jut eszembe. Na mindegy, pont-pont-pontnak szoktam nevezni. Most legyen ez így, de hogyha valaki a chatbe tudja, akkor dobja be nyugodtan. Na, és akkor itt ugye kell nekünk ezt tudni kezelni. Na most van nekünk egy ilyen headerünk, amiben ez van tulajdonképpen definiálva, ezt nyugodtan meg is nézhetitek, de majd mindjárt rápillantunk a std.org. Mindjárt rápillantunk erre a headerre is, hogy ezt hogyan lehet használni. Lekérünk egy vanuál lapot erre a hát a VA startra mondjuk, de mindjárt beszélünk róla. Jó. És akkor itt van nekünk ez a kis header, amiben vannak függvényeink. Van ez a VA start, VA arg, meg VA end. Mindjárt ezekről beszélünk, hogy ez pontosan mit is jelent. Csak hogy lássuk ennek a működését. Ez tényleg nagyban hasonlítani fog arra, amit itt is használunk itt a perceptron osztályba. Jó. Tehát ezt fogjuk használni itt is tulajdonképpen, hogy ugye ezek a függvények, ezek úgymond ilyen segédfüggvények, hát makróknak is lehetne mondani, de nyugodtan tekintsünk függvényeknek, ezek tulajdonképpen segítenek nekünk ezt kezelni. A VA starttal tudjuk inicializálni, ugye a VA arggal tudjuk elkérni a következőt, parancsori argument, a VA end pedig arra szolgál, hogy úgymond kiklíneljük ezt a VA list struktúra, ez lehet, hogy ez is valami makró, de mindjárt megnézzük.
Jó. Na, tehát akkor hogyan is kell ez? Egyrészt kell nekünk egy ilyen, ez a VA list, hát struktúra ez szerintem, de mindegy, lehet, hogy makro ez is, jó? Amiben majd ezek a argumentumok lesznek. Jó, ugye kell egy double ugye majd a summához, tehát amiben majd összegezni fogjuk a magát ugye a tehát ugye ezeket, amit átadunk. Jó, kell egy ilyen segédváltozó, és akkor itt kezdjük el ezeket a parancsori argumentumokat kezelni. Na, első körben, ami kell, ugye ez a VA start, ez a makró fogja nekünk inicializálni a parancsori argumentumainkat ebbe az argument, tehát argument, hát legyen már arguments változóba, és ugye meg kell neki mondani, hogy hány darab van, hát itt most num darab, mert ugye ez az, amit átadunk. Jó? Hát nem is az, hogy hány darab, hanem az, hogy honnantól kezdve itt pontosítanék, mert ide még a darab nem kell. Tehát itt azt fogjuk neki megmondani, hogy a parancsori argumentumok közül, tehát hol kezdődik az, ami változó argumentum számú. Jó? És ugye a num utáni paraméterek lesznek azok, amik már változó argumentum számú. Tehát pontosítanék, hogy a VA startnak ugye ez kell majd megmondani. Tehát, hogy ezek az argumentumok honnan indulnak. Jó, és akkor így a num-mal mondjuk meg, hogy a num után indul. Jó. Na és akkor ezután már el tudjuk egyesével kérni az elemeket, mert itt ebbe az argumentsbe ez így szépen megjelenik. És akkor ott ezzel a VA arg makróval tudjuk egyesével elkérni. Itt akkor már indítsunk is egy ilyen kis ciklust, ami ugye numig fog menni, mert ennyi darab elemünk van, és szépen egyesével megyünk végig. És ugye itt a szummában pedig rögtön összegezzük is, de mit összegzünk? Hát, amit a va.arg visszaad nekünk, ugye, egyrészt az arguments-ből, és itt ami az érdekes, hogy meg kell adnunk azt, hogy az a parancsori argumentum az milyen típusú. Jó? És hát jelen esetben most egyszerű dolgunk van, mert mindegyik double típus, de nyilván itt azért ez hát mondanám, hogy változhat, de ne nagyon változzon. Nyilván itt akkor ez kicsit nehézkes lenne menedzselni, de itt meg kell neki mondani azt, hogy milyen típus legyen. Jó? Ezért is látjuk, hogy ez azért egy alapvetően egy makró. Most fölvillantom a dokumentációt. Látjuk, hogy itt ez a va.arg egy ilyen típus, tehát type-al fog visszatérni, amit itt argumentumként adunk. Jó? Tehát látjuk, hogy azért ezek itt makrók. Jó? Tehát itt azért nem egy függvényről van szó, de itt látjuk is, hogy kiemeli, hogy ezek makrók. Jó. Na, és akkor innentől kezdve már ez, tehát tudnia kell nyilván, hogy milyen típus, és akkor innentől kezdve ezt már tudni is fogja. Jó, és akkor szépen ez a VA-arg végigmegy minden egyes argumentumon, ami itt ebbe van, és itt pedig összegezzük is. Jó, rendben van. Na, ami még nekünk kell, az egyrészt, hogy úgymond föl kell takarítanunk ezt az argumentet, ez pedig a VA end-del tudjuk megtenni. Jó, ez itt szépen kitakarítja nekünk ezt az argumentet, és akkor még csak annyi dolgunk van, hogy visszatérjünk az átlaggal, ami a sum és a num hányadosa lesz. És ha minden igaz, jól dolgoztunk. Reméljük legalábbis. Jó, fordítsuk, futtassuk. Ja, mondom, fordítsuk. Na, még a végén elsőre lefordul. Ugye ez a mérnöki megközelítés, hogy ha működik, akkor azért gyanús, mert miért működik. Jó, futtassuk le. Na, és még úgy néz ki, hogy jó is. Hát, ha most megengeditek,
ezt most nem számolnám itt ki fejbe, majd ti számoljátok ki. Elvileg, hát na jó, csak számoljuk ki. Nyitok egy kalkulátort. Csak számoljuk ki, mert ne legyen gond, hogy jó, meg 22, 3, meg 4. Miért vesződt ezt nekem? Úgyha osztva 3-mal, az 13. Jó, tehát itt ez rendben van. És akkor nézzük meg a másikat is. Oké, és ezt pedig 5-tel osztjuk. Srácok, tökéletes. Tökéletes. Jó, rendben van. Tehát akkor még egyszer, mi történik? Ugye annyi történik, hogy ugye itt jelezzük, hogy ez egy változó argumentum számú függvény. Továbbra se jut eszembe a neve. Mindegy. Majd kommentbe ott hagyom a videó alatt. Jó? Tehát látjuk, jelezzük, hogy ez egy változó argumentum számú függvény. Ugye csinálunk erre egy ilyen hát most objektumnak mondhatnám akárminek. Szerintem ez is valami makrózott akármicsoda. Jó? Tehát kell egy ilyen, ebbe jelenik majd meg ez a lista. Jó? A va-start makróval inicializáljuk ezt a listát. Annyit mondunk neki, hogy hova inicializáljuk, meg annyit, hogy melyik paramétertől kezdődően. Jó? És ez annyit fog csinálni, hogy a num paraméter utántól kezdődően inicializálja ezt a kis objektumot nekünk. Jó? Amivel el tudjuk kérni az a va-arg, az mindig a következőt fogja nekünk visszaadni. Ebből az arguments kis objektumból, ugye megmondjuk neki, hogy milyen típusra, hát most alakítsa, milyen típusú a következő parancsori argument, vagy a következő függvényparaméter, tehát ezzel a va-arggal tudjuk elkérni. Hogyha végeztünk, akkor a va-enddel pedig cleanupoljuk ezt az arguments-t, és készen vagyunk. Jó? Tehát tulajdonképpen ennyi, amit itt most nekünk látnunk kell. Az, hogy itt most mit csinálunk, hogy egy átlagot számolunk, az már csak körítés. Jó? És akkor innentől kezdve ez itt szépen fog működni. Most a printf ne zavarjon meg senkit, hogy rögtön ki is írjuk. Ugye ez itt a lényeg, hogy ezt a függvényt itt akárhány paraméterrel tudjuk gyakorlatilag hívni. Mármint elméletileg, hát gyakorlatilag van felső határ, mert most ilyen több csillió paramétert már nem fogunk tudni átadni, mert betelik a hívási stack, de elméletileg itt akkor any number of paraméter lehetséges. Jó. Oké is. Na, és akkor ugye maga a printf is így működik, nyugodtan a printf forrását is meg tudjátok nézni. Mindenképpen akartam ezt mondani, mert itt a perceptron osztályunknak ez a konstruktor, ez így működik. Jó, és akkor itt néztünk ki erre egy kis példát is. Oké, srácok. Na, lassan az óra vége felé járunk. Úgyhogy, ha kérdésetek van, az dobjátok be most. Ha világos volt minden, akkor írjatok egy annyit, hogy világos volt minden. Jó. Nyugodtan jelezzétek, hogyha valami esetleg kicsit zajosabb volt, úgymond, vagy valamire kicsit jobban ki kellene térnem. Szerintem ez így rendben van abban az értelemben, hogy ezt a két feladatot én ennyiben akartam lefedni. Jó? De jelezzetek vissza, hogy ha valami esetleg tényleg kérdésetek van, alapvetően én ennyit gondoltam a mai alkalomra. Jó. Na, persze a kérdéseket nyugodtan lehet a szokásos fórumokon, UDPROC Facebook csoport, Discord, e-mail, tényleg nyugodtan kérdezzetek bárhol. Ez a videó YouTube-on is fönt lesz, YouTube-on kérdezhettek kommentbe is, azokat is szoktam figyelni. Oké, és jött egy adminisztratív kérdés, akkor picit adminisztratívan is beszélgessünk. Védési videók proctoringolására mikor és hol kell bejelentkezni?
Ugye ez úgy néz ki, hogy ha a védési videót proctoringolni kell, akkor én azt mondom, hogy proctoringolni kell. Hogyha azt mondom, annyit mondok, hogy elfogadtam, akkor elfogadtam. Jó. Discordon kifejtem majd. Jó. Tehát igazából, hogyha annyit írtam csengetót kérdésedre válaszolva, hogy elfogadtam, akkor elfogadtam. Okés. Jó. Rendben van. Csütörtökön folytatjuk. Csütörtökön akkor megnézzük az Exort titkosító visszafejtő progit, mert ott is egy kicsit ugye ezt is laboron át beszélgettük, de szerintem nem a kellő mélységig, ugye akkor még voltunk offline is. Legyen meg videóba, csütörtökön ezzel fogunk foglalkozni. Jó? És akkor csütörtökön ezt átbeszéljük, utána pedig megbeszéljük azt, hogy mi lesz a további menetrend itt a csatornán a programozás streameket illetően. Jó? Rendben van. Na, bármi további kérdésetek van, szokásos fórumokon elérhetőek vagyunk, tényleg 024-be. Hétvégén is most nézegettem a védési videókat, pörögtek a dolgok. Bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel. Rendben van. Na, hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy ma is tényleg ilyen sokan itt voltatok. Tényleg volt olyan, hogy voltunk 40-en, 50-en. Tényleg ez szuper, hogy ilyen sokan nézitek, hogy itt beszélgetünk a programozásról. Hát tartsátok meg jó szokásatokat, én akkor amára búcsúzom. Aki szeretne itt a csatornán, nyugodtan maradjon, mert most 10-től esportóra lesz, és egy Discordra írunk meg egy chatbotot, amivel Clash of Clans infókat lehet lekérdezni. Szerintem elég izgalmas. Mondom, aki szeretne, nyugodtan maradjon. A többieknek pedig további szép napot kívánok. Csütörtökön találkozunk. Na, sziasztok!